Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az eCigi Tesztek. A mai videóban egy termék portfólióval fogunk megismerkedni, így is fölfoghatjuk a történetet. Megismerkedünk kettő darab akkumulátorral, egy 900-assal és egy 1100-assal, illetve a hozzájuk tartozó Mininovával, Evoddal és egy Stainless Steel Aspire BDC-vel, amin van még egy pentcap is. Nézzük meg őket közelebbről. Ismerkedjünk meg először az akkumulátorokkal, milyen típusok vannak, és miben különböznek egymástól. Először is nézzük meg ezt, látjuk a dobozán, EGO 1100 mAh. Mit rejt a doboz? Egy USB töltőt, és egy fekete kis csini Vape42-es logóval ellátott 1100 mAh testet. Hol lehet tölteni, hiszen nem adtak hozzá csatlakozót. Nos, ez egy pass-through készlet. Tehát, hogyha tölteni szeretnénk, akkor ez a módja ennek. És akár menet közben, tehát töltés közben is tudjuk használni, illetve tölthetjük ezzel a csatlakozóval, USB csatlakozóval a szabványporton. Számítógépről, vagy hogyha viszonylag keveset vagyunk számítógép közelében, akkor veszünk hozzá egy fali kiegészítőt, és akkor a simán a 220-as fali ajzatról tudjuk tölteni. Ha ez befejeződött, akkor pedig visszazárjuk, és használjuk. Tehát ez volt az első szett. A másik, ugyanilyen dobozban, ez csak 900 mAh, viszont ugyanúgy EGO. Ugyanazzal a töltővel, ezt nem mondom el újra, illetve egy rozsdamentes acél csővel, ugyanúgy ott van rajta a logó, és ugyanúgy, ha megnézzük, itt van a töltéshez a csatlakozó mini USB port. Harmadik darabja a készletnek, illetve hát nem a készletnek, hanem ezt is meg lehet külön venni, az pedig ez a gyönyörű és roppant nőies EGO aksi, ami szintúgy használható pass-through üzemmódban. Ez 650 mAh. És gyakorlatilag, hogyha egymás mellé tesszük a hármat, akkor így szépen fel is épül a család, attól függően, hogy ki mit szeret, milyen kinézettel és milyen teljesítménnyel. Nézzük meg a legnagyobbat. Az akku ledje a töltöttségi szintről is tájékoztat, tehát ez mikor megnyomjuk, ugye, és megérkezik hozzánk, nem működik, nem kell megijedni, zsebzár funkció van rajta, nem izzít, megnyomjuk, 1, 2, 3, 4, 5, piros, lila, zöld, ezzel jelzi, hogy bekapcsolt az aksink. Azt érdemes tudni erről az aksiról, meg az összes többiről is, hogy ezek stabil 3,7 voltot adnak, gyakorlatilag majdnem végig ugyanazt az érzést adják. Illetve ugye már, amit az előbb említettem, hogy ezek pass-through készülékek, tehát nem fordul az elő, hogy, vagy nem fordulhat elő, hogy ott ülünk a számítógép mellett lemerült, és nem tudunk mit szívni. Tudunk mit szívni, föltesszük, és töltés közben is szívjuk. A merülés jelzőről érdemes tudni, hogy ugye ez nem csak azért három színben pompázik, mert az jó, hanem ezzel mutatja azt is, hogy
mennyire van az aksink lemerülve. A jelen verziónál még úgy néz ki a történet, hogy zöld, lila és piros. A következő verziónál magyarok vagyunk, piros, fehér, zöld lesz, tehát a piros lesz a merült, a fehér a közepesen merült, és a zöld a teljesen feltöltött értéket fogja mutatni. Tehát nem kell attól megijedni, hogyha valakinek ez a gomb a lila helyett fehérben fog játszani. Amire még érdemes odafigyelni. Az ego típusú aksik középérintkezője hajlamos arra, hogy beessen. Ez csak annyin múlik egyébként az egész, hogy ha megfogjuk az aksinkat, és rátekerünk bármilyen készüléket, akkor azt ne így marokból, izomból tekerjük rá, hanem szépen két ujjal megfogjuk, nem őrült módjára, és már rá is tekertük, és használhatjuk is. Tehát erre figyeljünk oda, hogyha a középérintkezőnk beesett, akkor sem kell megijedni, egy pillanat állítok a fókuszon, tehát akkor sem kell megijedni, egy vékony hurkapálca hegyével, vagy egy fogpiszkálóval benyúlunk, és oldalt megpöcögtetjük, egy picit megbillegtetjük, és már is kijebb jött a történet. Amire még érdemes szintén odafigyelni, hogy pláne kezdőknél nem a kucsatlakozóba töltjük a likvidet, de erről már tettem említést egy előző videóban. Amit még érdemes tudni róla, hogy van azért ezekben az aksikban némi töltés, tehát nem kell formázni, mikor megvásároltuk nyugodtan. Van még benne annyi szusz, hogy rátekerjük a kazánunkat, és egyből kipróbáljuk majd, hogyha merül, akkor utána rádugjuk a töltőre, és töltés közben is szívhatjuk. 1100 milliampere órás, tehát ezt a készletet szeretnék megvenni. Ők alap esetben ezzel a Mini Nova patronnal kapják meg a készüléket. Hogyha valaki az Ivodra kíváncsi, az kattintson most a képernyőn látható linkre. Hogyha pedig a Pencapre kíváncsi, akkor kattintson a másik linkre. Folytassuk tehát akkor a Mini Novával. Ez egy Aspire BDC, már múltkor tettünk róla említést, ez egy alsó dupla fűtőszálas patron. Itt alul kell letekerni, és ezt a kis kazánt tudjuk innen kitekerni, és elhasználódás esetén cserélni. Ez az elhasználódás, említettük korábban is, ez használat intenzitásától függően 2-4 hét lehet mondjuk. Hogyha megnézzük, akkor itt láthatjuk a paláston, ebbe 2 ml tudunk gond nélkül beletölteni a kedvenc folyadékunkból. Ez a kazán pedig egy 1,8 ohmos kazán. Hogyha fogjuk a likvidünket, itt szépen a palást oldalán becsorgatjuk, én most nem viszem túlzásba, elég lesz ennyi. Utána még mindig így fejreállítva, úgy, hogy a levegőcsőbe ne kerüljön likvid. Visszatekerjük. Majd így fejreállítjuk, és egy kicsit hagyjuk, hogy megszívja magát a folyadékkal. Addig elmondom nektek, mert ez többeknél előforduló probléma volt, hogy a középső csatlakozó, a középrész beesett és nem izzított. Ilyenkor sem kell megijedni. A középrészben található icipici lyukba belerakunk egy kis csavarhúzót vagy egy fogpiszkálót,
és óvatosan egyik-másik oldalra billegtetve kijebb tudjuk emelni, és újra izzítani fog a kazán. Hagyjuk még egy picit inni, és akkor tekerjük rá erre a kazánra. Láthatjuk, hogy ez lehetne szebb is, amit tudunk mi is orvosolni. Méghozzá ezzel a ego menet takaróval látjuk, hogy az egyik oldala menetes, ezt ide a menetes részre rátekerjük, majd erre a mini novánkat, így már azért szebb. Így néz ki a komplett készlet. Ha ezzel meg vagyunk, akkor nézzük meg ugyanezt a szettet meg tudjuk ezzel az ivaddal venni, egy ivoddal venni. A töltése ugyanúgy néz ki, mint az előzőnek. Ez még össze sem volt rakva. Aha, nem kell megijedni. Tehát, ahogy nézzük, ez egy... Ez egy 1,6 milliliter, hát itt 2 millilitert is ír a tetején, de azzal már óvatosan, mindegy, az a lényeg, hogy 2 milliliternél kevesebbet tudunk beletölteni, és miután beletöltöttük, ugye egy ilyen szétesett kazánrészünk van, ettől sem kell megijedni, gyakorlatilag itt már akkor prezentálni is lehet, hogy hogy lehet szét meg összeszerelni. Ilyen kis kazánrészeket veszünk külön, és ebbe az alsó részbe tekerjük ki, illetve be. Ennyi az egész. Jól meghúzzuk, és miután ezt a levegőző cső maximum tetejéig megtöltöttük, tehát annál többet sosem, mert akkor az becsurog ide, és szörcsögni fog. Utána ezt a részét szépen rátekerjük, meghúzzuk, majd fejjel lefelé fordítjuk, és letesszük egy kicsit pihenni. Hogyha valakinek esetleg sok az a levegő mennyiség, amit ez szolgáltat, mert ugye láthatjuk, hogy ha megtalálom a fókuszt, akkor... Láthatjuk, hogy itt van, azt mondja, hogy 1, 2, 3 furat. Ha valakinek ez sok, akkor fogjon egy apró kis cellux darabot, és ragasszon le 1 vagy 2 lyukat, mindegy, hát legalább egyet hagyjunk szelelni. Üzembe helyezése ugyanúgy néz ki, mint az előzőnek, csak itt nem kell a palást takaró, menet takaró, ezt rátekerjük, nem izomból, érzéssel, és már is használhatjuk a készletünket. A harmadik verzió, ez a 900 mAh-s test lenne, és ezt is tudjuk ugye variálni. Most ezen bemutatom a PenCap-nek a felépítését és működését. Ezt addig félreteszem. Tehát így néz ki ez a PenCap. Itt van két kis betekintő ablak a két oldalán. Van egy alsó és egy felső recézett rész, ahol meg tudjuk fogni, hogy ne csúszson a kezünk. És amint látjuk, alul van kettő darab levegőző lyuk, illetve fönt ez a kupak, amit óvatosan szét tudunk húzni.
Itt van is egy szabvány. 5-10. Drip. Ezt visszahelyezzük. És ennek a töltése, mint ahogy már az előzőeknél is megtanulhattuk, ugye itt van maga a kazántér, és ide töltjük bele, nem a középső csőbe, hanem ide a palástra csorgatva belülről a folyadékot, egészen addig, amíg el nem éri a levegőző csőnek a tetejét, maximum, tehát az alá mindenképpen, fölé nem. Utána szépen ezt óvatosan ráhelyezzük, rátekerjük, és ugyanúgy hagyjuk, hogy így megszívja magát az üvegszál, illetve a palást belső peremén található vékony vatelincsík. Ha ezzel megvagyunk, akkor rátekerjük a készülékünkre, úgy, ezt levesszük, és kész is vagyunk, lehet pöfékelni. Nézzük meg, hogy működik egy ilyen. Nézzük akkor szépen sorban az aksikkal, hogy működnek ezek a BDC kazánok. Először nézzük meg az 1100 mAh-ssal. Ezzel jó kis füstöt ad. Nézzük most meg a kisebbikkel, arra már nem tekerem rá a menettakaró szoknyát. Mit mutat 900 mAh-val? Ezzel is jó. És most nézzük a kis csajos aksinkat. Egy, kettő, három, négy, öt. Nincsen egyik akkumulátorral sem semmi probléma. Az ivadot és a SS penkepet külön nem fogom kipróbálni, gyakorlatilag ugye hasonló a felépítésük, csak a külső kinézete más. Annyit szeretnék még elmondani, ez lemaradt az előző részből, hogy az ivadnak a kazán részén található egy kis szilikon sapka. Ez az, amit előszeretettel elhagynak a userek, és hogyha ez a kis sapka itt nincs, és úgy tekerjük vissza a kazán részt, akkor bizony ott lesz egy résünk a levegőcső és a kazán között, és ott be fog csorogni bizony a likvid, és szörcsögni fog. Meg hogyha vízszintesen tároljuk, és tele van, akkor még talán ki is folyik, úgyhogy erre figyeljetek oda. A penke az gyakorlatilag ugyanaz, mint a Nova, csak más a kialakítása, ki mit preferál. Nézzük a
pro és kontra érveket. Vegyük először az aksikat. Itt van ez a három aksi. 650, 900, marad a kezemben az 1100. Pro és kontra. Kontra. Az aksi azoknak kevés lehet, akik lánc pöfékelnek, illetve bár ez szabályozott aksi, de 3,7 volt áll a rendelkezésünkre nagyjából plusz-minusz egy kicsi, és ez azért megadja nekünk a korlátokat. Pro. Tetszik a merülés jelzője, amit említettem, egy picit változni fognak a színek, de így is jó pofa. Illetve egy nagy pró neki, hogy pass-through készletről van szó, tehát hogyha arról van szó, akkor a számítógépünkről is a munkahelyen tudjuk tölteni egy szabvány mini USB kábel segítségével, és ilyenkor használni is tudjuk. Tehát rádobjuk csak a kábelt, és ugyanúgy pöfékelünk tovább töltés közben is. Tehát az aksikat ezzel le is tudtam volna. Én azt mondom, hogy Ego, tehát ismerjük, M plusz egy videóban volt már róla szó, nem lehet benne csalódni. A kazánok. Először is itt van ez a Mini Nova, ezt is már átbeszéltük sokszor. Alsó fűtőszálas, dupla fűtőszálas, körben egy vatelin csík van a kazántér belső palástján, szépen hozza az ízeket, és volt azért THA-ja rendesen most ennek, amit szívtam. A Novával semmi gond. Az IVAD az már egy kicsit érdekesebb történet. Egybe van, hogy egy anyagból van elkészítve komplett a felső tankpalást, és az alsó kazán résznél annyi negatívumot tudok csak említeni, hogy ez a kis szilikon gyűrű, ez könnyen veszthető, tehát erre figyeljünk mindenképpen oda. A pencap személyes kedvencem, attól függetlenül, hogy még ezt most nehéz széthúzni. Mindig elmondtam pozitívumként, hogy nagyon okos és ötletes dolog ez a pencap azoknak, akik zsebben szeretik tárolni a készüléket, és így megóvják attól a grippet, hogy elkoszolódjon, vagy piszok menjen bele, és hát ugye hát mégiscsak ezt veszi az ember a szájához. Tehát ez higiénikus is, illetve hogy védik a palástot ezzel az SS takaróval, ez is számomra nagy pozitívum. Úgyhogy azoknak, akik egy kezdő, vagy a kezdőnél egy kicsit nagyobb teljesítményű történetre vágynak, vagy csak szeretnék kipróbálni, leszokáshoz első lépésként ideális lehet bármelyik, a 650-től egészen az 1100-ig, attól függően, hogy kinek milyen mennyiségű, nem is jó a mennyiség szó, ki mennyi cigarettát szívott előtte, a kapacitás, tehát ez, hogy 650-es, 900-as vagy 1100-as, ez csak azt mutatja meg, hogy mit tudom is én, meddig tudunk mi töltőtől távol pöfékelni a készülékünkkel. Egy ilyen 1100-assal már nyugodtan elindulhatunk, akár egész napra is. Úgyhogy összességében nálam ezek a szettek a tetszettek kategóriába tartoznak, merem mindenkinek bátran ajánlani, akik eldöntötték és elhatározták, hogy leszoknak az elektromos cigarettáról. Ezt tegyétek, nem mást. Jobb, mint hogyha a
a hagyományos analóg cigarettát szívnátok. Remélem, hogy be fog nektek válni, hogyha éppen a átszokáson, leszokáson gondolkoztok. Egy nagyon jó alternatíva lehet. Örülök, hogy meghallgattatok. Sziasztok!